Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jön a Dementium 2 HD játékból egy videó. Hát srácok, ez elméletileg egy horror játék. Elég sokan kértétek, hogy legyen végre horror játékból videó, és szerintem épp itt az ideje. Sajnos az Outlast DLC-ről még nem tudok semmit, hogy mikor érkezik, de szerintem addig jó lesz ez is. Igazándiból erről a játékról nem tudok semmit az ég adta egy világon, nem néztem belőle videót, illetve az első részével sem játszottam. Tehát akkor vágjunk bele a játékba. Nagyon, de nagyon érdekesen néz ki ez a beköszönő kép. Most mi ez? Nem is tudom, hogy mire számít csak igazándiból. Válaszunk egy nehézségi szintet. Hát, maradjunk a normálnál szerintem. Na és akkor nézzük, te jó ég! Oh-oh. Hát ez nagyon úgy néz ki, mintha egy korterem lenne. Aha, itt is vagyunk. Elméletileg betegek vagyunk. Oh, hello! Szia, Krisztián vagyok. Azta! Jó, légy szíves, kapcsolt ki, köszönöm szépen. Oké, kezünk megvan. Most megint ilyen kórtermes részeknél kell mennünk? Ajjajjaj! Ezek a katonák nem tudom, hogy mit fognak itt csinálni velünk. Hát ezek elvisznek minket valahova. Remélem nem valami elmegyógyintézetben vagyunk, hanem mondjuk az, hogy sima kórház. De ahol látom, normális ápolók vannak. Némelyik elég csinos. Elég parás, azt kell, hogy mondjam. Na ne! Mi az a sok vér ott? Ajaj! Hú, ahogy látom, beletünk dépve elég rendesen. Hú, ez itt meg már viszont, ahogy látom, egy börtönös rész lesz. Ahol ott jobb oldalt láthatok egy eléggé fogyatékos rabot. Hello? Ujjjjjj. Na, ilyenben nem szeretném, hogy részem legyen. Nem biztos, hogy ez egy horror játék, mivel eléggé világos van a játékban, azt kell, hogy mondjam. Na és akkor már elméletileg meg is érkeztünk a cellánkba, ahol is van egy cellatársunk. Chapter 1! És kezdődik a játék, és kezdődik a horror játék! Megkapjuk a tutoriálokat, hát bízok benne, hogy az a srác nem akar minket nagyon szekelni. Illetve külső nézet, ahogy látom, nincsen céve, le tudunk bukni. Itt egy levél. Jobb egérgomba tudjuk felvenni. Williamtől jött. Ezek micsoda rajzok? Hát ez itt mi? Itt valami megint történt! Na igen, ez inkább már egy horror játékra emlékeztet! Miért van itt ilyen sötét? És mit keres ott a cellatársunk? Ez mi a picsa? Te atya úristen! És itt kéne átmennünk, oké, le vagyunk gugolva, és simán átmentünk! Alakul a játék! Na, ahogy látom, két irányba tudunk menni, és miért olyan az ég? Remélem a hangbeállítások jók lesznek, remélem ti is hallani fogtok mindent, amit csak én hallok. Hát, valószínű, hogy nem erre kell menni, hanem inkább elmegyünk erre, itt kell valószínű átugrani ezen, igen! Ezek valami ufók lehetnek így. Ez az! Van késünk! Jöhettek! Azt a jó büdös élet! Menekülj! Mi ez? Vissza! Kérlek! Jó! Na mi van, te kis pöcs? Nem tudsz átugrani? Nem? Ez mi ez? Hát az ott mi? Hát ezt nem hiszem el. Mik ezek a szörnyek? Mi ez a játék? Hú, Krisztiánka, ez nem biztos, hogy ez jó ötlet volt. Elméletileg te nem tudsz ugrani, igaz? Akkor gyere! Azaz, Krisztiánka! Késeljed! És megvan az első szörny, amit megöltünk! Te jó ég! Hú, hát ez bitan kemény volt! De ahogy látom, nem volt olyan intelligens, hogy fel tudjon ugrani. Aha, itt meg már viszont kettő fog jönni, na gyere életem, na gyere! Késeljed, Krisztián,
csapatnak, ahogy látom a baloldali még nem fog minket megtámadni. Hát igazándiból szerintem ez nem is olyan horror játék, hanem csak most így lerakja elénk a szörnyeket és annyi. Hát veled mi van itt életem? Abba megy egy lánc. Hát sajnos nem tudok segíteni. És ahogy elnézem, nincsen zseblámpám se, tehát valószínű azt a későbbiekben fogunk kapni. Akár már lehet, hogy itt. Élet. Aha, most valószínű, hogy a bénább játékosoknak betették az életet, de hogy mi azt látjuk, mi alig vesztettünk életet. Aha. Lesz nekünk itt inekciós tűtől kezdve mindenünk, és itt lesz akkor a zseblámpa is, gondolom én. Illetve remélem kapunk valamilyen fegyvert. Valamilyen komolyabb fegyvert. Ujjjj. Na itt már megint mi jön. Az mi van? Azt a jó életbe! Most úgy őszintén. Ne! Ne! Már azt hittem, hogy jön. Hello? Hú, basszus. Ezt még nem akarom meghúzni, és megnézzük, hogy hát tudunk-e valakinek telefonálni, de elméletileg senkinek se fogunk. Semmi? Jó, hát akkor nézzük meg a tabot. Ezzel nem lettünk okosabbak. És nyitva van az ajtó. Annak sokkolója van, nem jó? Ennyi. Néhány kis lengyintéssel már meg is öltük a következő emberünket. Hát de itt mindenkivel harcolnunk kell, az emberekkel is, a szörnyekkel is. Ú, te jó ég. Hú, ezt el akartátok olvasni, állítsátok le a videót, aztán el tudjátok olvasni, értelemszerűen. Jól van, szerintem nézzük meg a térképet, hogy merre is tartunk igazándiból, de fogalmam sincs, hogy hova kell mennünk. Mindegy, mehetünk tovább erre, értelemszerűen. Hogy látom, folyamatosan nyomon követnek minket, mert mindegyik fal fel van kamerázva. Jobb egéromban nyílik az ajtó is, jó rendben. Itt valószínű, hogy futni kell. De nem akarok futni. Gyere! Na mi van? Most pofázzá! Ennyi volt! De valahogy életet is kéne töltenünk! Aha! Ennyi? Fel is töltöttük? Hát ez a játék nem valami bonyolult. Jó, ebből nem kapunk semmit. Nem tudom, hogy van-e értelme megölni az összes ilyen marhát. Vagy pedig csak fussak el előlük most úgy tényleg. Lehet, hogy ide majd be fogunk tudni menni ebbe a kórterembe, vagy hát igazán a fogalmam sincs, hogy mi ez jobb megér kap! Jó, ő viszont nem tud átjönni. Ennyi. Körülnézzük mindenhol, igazándiból nem szeretnék elhagyni semmit. Itt már van is valami. Hoppá, egy injekciós tű, nagyszerű, ezzel is fogjuk tudni magunkat gyógyítani. Értelemszerűen. Ez itt mi? Aha, mentés, nagyon király. Ennek valami baja van. Rémálma lehet. Újabb életcsomagok. Fantasztikus. Még akkor elnézünk ide balra, hogy hát ha lesz itt valami, hát ha tovább fogunk tudni menni, de én azt erősen kétlem. Aha, hogy ezt fel kéne törnünk nekünk. Na de mégis hogyan? Ja, várjál. Abba van a három szem értelemszerűen. Tehát, oké, értem. Ezt felhúzzuk ide. Nem, azt nem engedi felhúzni oda. Tehát akkor jobb oldalra kell kiraknunk mindegyiket. Alulra mehet a három szem, aztán a kettő szem, és végül az egy szem. Ki tudunk ebből lépni? El tudjuk előről kezdeni az egészet? De hát... hát miért? Értelemszerűen ide kéne berakni. És ilyenkor egyből le is blokkolja. Érdekes. Ha még ide beengedné tenni a másikat, akkor még talán azt mondom, hogy jók lennénk, de sajnos nem.
De mi van, hogyha nem is úgy van, hanem hogy az elsőbe kell lennie, egy szemnek, a másodikba, kettőnek és végül a harmadikba? Nem, ez pedig így kell szerintem, nézzük meg. Ezt elrakjuk oda, ezt ide, és végül ezt így. És akkor már nyílik is az ajtó, jó, rendben, erre is rájöttünk. Hoppá, itt meg valakit eléggé műtenek, ahogy látom, valamilyen agyműtét lehet így első ránézésre. Nem, ez igazán, nem mondanám olyan félelmetes horrorjátéknak, bárki tudja, hogy a későbbiekben mi lesz. Most így oké, megöltünk néhány szörnyet, de hát szinte annyi játékban megölünk szörnyeket, hogy hihetetlen. Please ignore my scene a half, William. He's a bit remorseful. Personally, I'd like to share something with you. Goodbye, William. Jön a szörny! Jön a szörny! De ez milyen? Ez nagyon beteg! Hát beszarok ezen a játékon! Hát beszarok ezen a játékon, és itt van a szörny! Valami turpisság lesz, valami turpisság lesz itt! Ez nagyon mit gondoltam, ez nagyon fez a szörny, mit gondoltam! Aha, anyád! Zárva, zárva van az ajtó! Hát ez nem igaz. Pedig valahogy tuti meg kell ülni. Na gyere, gyere le! Gyere! Gyere! Ez az, Krisztián! Adj neki, adj neki, adj neki! Hol vagy? Basszus! Jó, visszük le az életét! Láthatjuk a bal felső sarokba, hogy mennyi van neki! Nem tudom, hogy hol van, de tiszta vér a kezem, illetve az ő teste is, ahogy látom! Na! Merre, 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 nyugi, hát ez egy gyenge szörny, ez egy gyenge szörny, nem kell parázni. Lehetőleg ne elő legyünk, lehetőleg ne elő legyünk, hoppá, feldobott a levegőbe egy pillanatra. Na gyere, gyere, gyere. Gyere életem, gyere. Ez a Brian Carr-ra emlékeztet valamiért. Ó, simán megvan, nem kell túl dramatizálni a dolgokat. Figyeld! Soat köpköd, az igen! Szióka, ennyi volt! Ennyi volt! Balegér gomb, és meg is öltünk! Hát ez egy beteg! Ez egy beteg szörny volt! Na milyen? Na, ennyi? Ennyire futja? Az kétségtelen, hogy ez a szörny eléggé brutálisan nézett ki, illetve az előző is! Hú, és kinyitották nekünk az ajtót, tehát valószínű, hogy jó irányba haladunk. Ah, kis kukacok! Anyátok! Az anyád! Oké, megöltük. De mielőtt még folytatnák az utunkat, felhilleljük magunkat. Hát szerintem bőven elég ennyi élet, és akkor már mehetünk is be az ajtón. Na nézzük, hogy mi lesz ott a másik ajtón. Ó, egy pisztoly! Revolver, nagyon király! Egyes? Kettes. Bár eléggé kevés benne a lőszerünk, egészen pontosan 6 darab. Open. Zárva! Ja, egy újabb mentési pont, valószínű mentenem kell előtte, hogy tovább léphessek. Semmi? Semmi? Nem, semmi. Ja, ez lehet a kulcs, aha. Oké, megvan a kulcs. És nem erre kell tovább mennünk. Ja, mert kim volt egy másik ajtó is, akkor valószínű, hogy oda kell majd ezt a kulcsot beraknunk. Egészen pontosan ide, de szerintem maradjunk a késnél. Remek, már mehetünk is tovább. Vélemények a játékról, srácok? Nektek hogy jön be? Vagy hagyjuk abba a francba? És nézzek egy másik játékot belőle? Mármint egy másik ilyen félelmetes játékot? Nem, nem, nem fogom használni a pisztolyt, nekem bőven elég a kés! Gyere, 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 gyere! De jó ég, ha nem igaz! Basszus, hát nem igaz! Hát nem igaz! És lekéseljük Krisztiánka késed már le, hát nem igaz! És megvan! Nem, még nem halt meg! Na majd most te! Ajaj, ajaj! Na jó, nézzük meg, milyen ez a pisztoly! Értelemszerűen fejbe kell lőni! Á, ez félrement! Ez viszont betalált! Nem biztos, hogy a fejét kéne lőni, mert lehet, hogy a hasába kéne belelőni, illetve a melkasába! Jó, amíg mögöttem nem jönnek, addig nincsen baj! Addig nincsen baj! Ha jól látom, egy ilyen szörnybe kettő fejlövés kell, és akkor már ki is nyírjuk!
Nem jó. Lehetőleg inkább a hátam mögött legyünk, mint előtte, hogy be tudjon minket kapni. És... Bazd meg, élet, kettőt is nyomjuk magunkba, amondó vagyok. És szerintem benézünk ide, hogy mi ez itt a földön. Aha, lőszerek, tehát akkor itt valószínű, hogy fegyvere kéne megölni őket. Ha ma újra is töltöm a revolverünket, és megvárjuk, hogy bejöjjenek az ajtón. Bár eléggé hülyén mozognak, és eléggé nehéz őket eltalálni! Nem. Ez annál is nehezebb, mint gondoljátok. Nagyon nehéz őket eltalálni így fejbe. Basz meg. Nincs több töltényem. Júj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 
Jújjúj. Jó, tényleg megvan az egyik, tényleg megvan az egyik. Ahogy látom, csak a fejlővés számít. Oké, gyere. 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 Na mi van? Na mi van? Lehet pofázni, lehet pofázni, gyere! Nem olyan jó a játék, azt kell, hogy mondjam. Nem olyan jó a játék, hát... Én nem ilyen játékra számítottam, én tényleg azt hittem, hogy ez valamilyen foshatós játék lesz, de attól függetlenül, hogy most lespamnolja ide a szörnyeket, nem vagyok tőle elájulva, azt kell, hogy mondjam. Jó, itt ahogy látom, már más nem tudunk csinálni. Arra kell, lehet majd tovább mennünk? Vagy pedig visszafelé? Még megnézzük, hogy mi van itt az ajtó mögött. Persze, hogy lőszer, nagyon király. Nem is szerencsétlenkedünk tovább, hanem egyből be is töltjük a fegyverünket. Na és megnézzük, hogy hát ha itt ki tudjuk ezeket a kapukat nyitni, de ahogy látom, nem. Ez se? Ez se. Hát akkor mehetünk tovább. Pontosan erre most nézem a térképet, hogy igazándiból jó felé megyek-e. De itt nem tudok elmenni. Itt van balra valami. Nem, 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 nem itt. Aha, jó, látom. Fejét, fejét, fejét. Majd ha megáll, majd ha megáll. Nagyon szép. Majd ha megáll, majd ha megáll. Ennyi volt, ennyi volt. Meg kell várni, hogy megálljon, és utána simán le tudjuk lőni, mint például ezt a marhát kétszer fejbe. Hát ez ismételten fantasztikus volt. Ugye itt vagyunk, ahol az elején voltunk, tehát akkor itt már folytathatjuk is, talán itt be fogunk tudni menni. Ami ugye természetesen zárva is van. Oké, de viszont már volt kulcsunk, hál' Istennek. Oké, azt hittem nem fog becsukodni. Ezt vajon szét tudjuk ütni? Nem, ezt valószínűleg nem fogjuk tudni szétütni, én legalábbis úgy gondolom. Gyere. Figyelj, lehúzta a sisakot. Jól láttam, lehúzta a sisakot. Aha, nagyon úgy néz ki. Na mindegy, srácok, ez a videó ennyi lett volna. Igazániból nem látom túl sok értelmét a folytatáshoz, mivel nem annyira hú de jó a játék. Tehát ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok kommenteket. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!